Akkor most nézzük meg, hogy hogyan lehet a saját textúrákat használni. Itt én már elkezdtem, de akkor rámegyek a sajátomra. Saját textúrákat fogunk most használni, ezeket már ugye megrajzoltuk előzőleg a fotofilterben. Föl kell ide töltenem az adott mappába. Én most bementem a labirintus mappába, Image Upload-dal elkezdem, egyenként kiválasztom a fájlokat és elkezdem feltölteni. Szükségem lesz mondjuk a növény 3-ra, az egy sövény textúra. Feltöltöm. Feltöltöm a labirintus 2-t, amit itt találok. Ez ugye a térkép. És feltöltöm a ablak PNG-t, ami átlátszó lesz. Látjuk, a tárhely adat 10 megabájtos, tehát 3%-ot használtam el. Itt majd ezeket a textúrákat használhatjátok egymás munkájában is, ha kell, a ikonnal, az előnézett ikonnal megnézhető, hogy hogyan néz ki az adott textúra, amit feltöltöttünk, hogyha nem tudjuk a nevéből kitalálni. Megvannak a textúráink. Akkor most már csak be kell építenünk a labirintusba. Kezdjük a sövénnyel, mert az egyszerű. Hát most ha megnézzük, akkor a fordítás után látszik, hogy ez a régi textúra, ami a beépített gyűjteményből származik. Itt van a sövény. Ezt törlöm. Most nem innen fogjuk a textúrákat beilleszteni, hanem a felhő tárhelyről a saját textúránkat megkeressük. Az a neve, hogy növény 3. Rákattintva be is rakta ide automatikusan. Meg is lehet nézni, és akkor látni fogjuk, hogy itt van a textúránk felrakva, a zöld textúránk. Persze lehet sűríteni, most egy-egy, hát én mondjuk keresztben nem sűrítem, csak fölfelé mondjuk négyszeresre, mert maga az oszlop aránya olyan, hogy egy széles és négy magas, így kicsit jobban nézzen ki a textúránk. Akár külön készíthetünk ugye a falnak, vagy a padlónak saját textúrát. Az előzőekhez képest annyit változik a textúra utasítás, hogy egyrészt elől ott van a mappa neve, a saját tárhelyednek, felhő tárhelyednek a mappa neve, másrészt a végén ott van a fiókodnak a neve, ez a rendes beépített textúráknál hiányzott. Kicserélem a térképet is, ugye a program végén itt vannak a pixel map utasítások. Kicserélem. Nem a gyári beépített 3 darab textúrát használjuk, hanem megint csak a felhőből fogjuk elővenni. Megkeresem a labirintus 2 PNG-t. Kattintással beillesztem. Hibásan rakja be, mert rendes textúrának szeretné berakni az utasítást, nem térképnek. Ezt itt kézzel sajnos át kell írni, tehát törölni kell, és pixel mapot be kell írni. Annyit kell még változtatnunk, hogy a textúra utasításban itt mindenféle paraméterek helyett most ezt kell írnom, hogy elő van a textúra, az megvan. Ide írom a sövényt, szóköz ne legyen, sövény. Ide írom az ismétlés, illetve a méretét a textúránknak, 2 méter széles lesz. Itt marad a mappa neve ugyanígy. Ezt már ki is lehet törölni. Ezt most ugye lemásolom, és átrakom mindegyiknek a helyére. Persze arra vigyázni kell, hogy a második az már nem sövény, hanem fal. A harmadik pedig fa. Azt nem bántom, azt hagyom békén, az maradjon. Maradjon az eredeti. Dehogyis nem bántanunk kell, hiszen az is a... Akkor nem, két térképet nem használhatok, mert a két térkép összekeveredik majd. Ezeket törlöm, az eredeti képeket. Így. Nézzük meg.
És akkor hát most én nekem nincs bekapcsolva ugye az FPV üzemmód, de látjuk, ha fölülről megnézem, hogy amit rajzoltam, az a kis bejárat az itt van, és amit rajzoltam a sövényeknek, az pedig itt van. Ha feltöltöm újra ezt a Labirintus 2 PNG-t, akkor tudom módosítani az egésznek a térképét. Tehát ha most visszamegyek a fotofilterbe még, és megnyitom újra File, legutóbbi Fájlok, Labirintus 2, kinagyítom, és belejavítok, például itt az egyik részét itt törlöm, kijelölöm ezt a részt, és a dálgombbal kitörlöm, mondjuk itt is egy picit törlök benne, és oda fehérrel rajzolok egy új mintázatot, mondjuk így, ezeket itt összekötöm, így lementem, most már van neve, nem is kell a fotofilter. Annyit kell csinálnom, hogy ezt a mappot újra feltöltöm a felhő tárhelyre, ugyanoda, ahol az eredeti van, Labirintus 2. Felülíródik, tehát a Labirintus 2 felülírja a ott lévőt, és semmit nem kell változtatnom a kódon, újra konvertálva látni fogom, hogy ott kellene, igen, ott vannak a törölt részek, ezt a részt töröltem, beraktam ide ezt a két falat, és szépen mutatja a térkép, hogy mit rajzoltam.